A Jászapáti Kigyúró Zsó Harcművészeti Sportegyesület karatékái évek óta meghatározó szerepet töltenek be Magyarország küzdősport palettáján. Az egyesület sportolói minden magyar rendezvényről érmekkel térnek haza, valamint számos világkupa és világbajnokság aranyérmeivel is rendelkeznek. Köszöntöm nézőinket! Önök a Lelátót, a Jászsági Térségi Televízió sportmagazinját látják. Mai fő témánk, mint láthatták, a küzdősport lesz. Ezzel kapcsolatban kérdezem majd vendégemet, de előtte szétnézünk a futballpályákon, hogy milyen eredmények születtek. Ezúttal is Pest és József fotóját láthatjuk a jászberényi focisták Magyar Kupa szerepléséről, akik szokásos módon gyöngyösen fogadták a Mosonmagyaróvárt, róluk tudjuk, hogy MB2-es csapat, és a jászberényi együttes hatalmas csatában emberhátrányba került, ekkor 1-1 volt az eredmény, és végül egy 11-es góllal maga javára fordította a mérkőzést, 2-1 arányban győztek a fiúk, és így tovább jutottak a Magyar Kupában. A berényi csapat után következik a megyei foci. Az első osztályban Fényszaló idegenben Kísér otthon nyert. Újszász és Jánosida pedig kikapott, Árokszállás meg X-elt. Ezzel Fényszaló az első, hozzáteszük, hogy Füred nem játszott, és azért elsők, Füred is a Magyar Kupában szerepel, de ők kikaptak. A megyei második osztályban Apáti elszenvedte második vereségét, Boldogháza és Szent András döntetlent játszott. Alsó Szent György viszont veszített. Ennek alapján 8. a Jászapáti együttese, 9. Szent András, 13. Boldogháza és egyelőre 15. Jász Alsó Szent György. A futball eredmények után lássuk, hogy ki lesz ma este a vendégen. Immár 16 éve, hogy dr. Nagyhincs István elnöke vezetője a Jászapáti Kígyúró Zsó harcművészeti esélynek. A 9 danos nagymester az idén egy szeminárium keretében ünnepelte a tatamin töltött 50 éves évfordulóját. Köszöntöm tehát a Jászapáti Kígyúró Zsó elnökét. Nagyon szépen köszönöm István, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a nézőket. Ugye a beharangozóban azt játszottuk be, hogy 50 éve vagy a tatamin, de hát ezt az 50 évet nagyon nehéz 10 perc alatt megbeszélni, így korlátozódjék a beszélgetésünk az utóbbi 16 évre, ugyanis a Kígyúró Zsó akkor alakult ezelőtt 16 éve, és az igazi nagy sikerek igazából itt születtek. Mire vagy büszke a 16 év távlatában? Köszönöm a kérdést. Természetesen az 50 év nagyon hosszú idő, és azért számolunk vissza 50 évet, mert 68-ban léptem először tatamira. Az akkor igen divatos cságáncs keleti harcművészetekkel kerültem kapcsolatba. Azóta is folyamatosan versenyzek, és folyamatosan oktatok a tatamin. Első szerelmem tehát a cságáncs. Az elkövetkezendő időszakokban viszont a hosszú évek során a keleti harcművészetek több irányzatát kipróbáltam, és megfeleltem az elvárásoknak megfelelni. Hát annyira megfeleltél, hogy ezt tovább is adtad, hiszen rengeteg tanítványod van. Én azt gondolom, hogy szinte puskáznod kell ahhoz, hogy el tudjad mondani, hogy a tanítványok országos szinten és a nemzetközi versenyeken is hogyan szerepeltek. A pontatlanság elkerülése véget, engedélyt kérek, hogy pontosítanom kell. Ezért is hívtam fel a figyelmet. Én nagyon büszke vagyok, hogy az elmúlt évek során több mint 25 mestert neveltem ki, és több mint 6 edzőt harcművészetekben. Nagyon büszke vagyok, hogy az általam vezetett sportegyesület versenyzői, ha csak egy 98-as és 2017-es időszakot veszek figyelembe, országos bajnokságokon 542 országos bajnoki címet szereztek, országos jellegű kupabajnokságokon 225 egyéni bajnoki címet, nemzetközi kupabajnokságokon 82 bajnokunk van, Európa Kempó kupabajnokságokon 21 bajnoki címmel büszkélkedhetünk, világ Kempó kupán 34 első helyet szereztünk, 34 bajnokunk van, és Kempó világbajnokságon
7 bajnoki címmel büszkélkedhet a Jászapáti Kígyódozsó Harcművészeti Sport Egyesület. Igen, hát nagyon sok versenyzőt ismerek, akik a világbajnokok közül mai napig is versenyeznek, de a mesterük, Nagyhincs István, maga is tatamira lép, mégpedig az első szerelmed kapcsán a Cselgáncsban, ugye a olimpiai sportág, tehát a veteránoknak is rendeznek ilyen bajnokságot. Erről néhány szót, István. Én úgy gondolom, hogy a személyes példamutatás a harcművészetekben, mint egyéb más területeken is nagyon fontos. Így van. Amit nem lehet mellőzni, és folyamatosan követni kell. Bevallom őszintén, az oktatás mellett szívem ügye a versenyzés. És valóban, ha figyelembe veszük az elmúlt hosszú évek folyamatát, a veterán judo bajnokságokon 11 egyéni nemzetközi bajnoki címmel büszkélkedhetek. Az Európa, a judo Európa bajnokságokon 2 ezüstérmet és 4 bronzérmet szereztem. Veterán judo világbajnokságon bronzérmem, 2 ötödik és 2 hetedik helyezéssel lettél gazdagabb. Lettem gazdagabb, és ennyivel segíthettem a magyarországi versenyzők palettáját. Nos, ezek az érmek, elismerések, amit kaptál akár Magyarországon, akár a világszervezettől, de erre felfigyeltek az illetékes vezetők is, mert én úgy tudom, de majd te elmondod, hogy több elismerésben is részesültél, akár a megyében, akár a kisvárosban, a Jászapátin is. Megemlítetek egy párat, remélem, hogy a szerénység fogalmát negatív irányban emelítem ezzel ki. Amire nagyon büszke vagyok, hogy a 2005-ben a Jász-Nagykunszolnok megyei önkormányzat megyei testnevelési sportdíját kaphattam meg, igen megtisztelő kitüntetés. Hasonlóan büszke vagyok, hogy 2017-ben a Jászapáti város sportjáért díjat kapta meg, ez a város által első alkalommal kiadott ilyen jellegű életműdíj, és 2 világhely szervezetnek az aranyérmes kitüntetője vagyok. Igen. Jelenleg a hosszú évek folyamán több világszervezetben Magyarország vezetőjeként, Magyarország igazgatójaként szerepeltem, jelenleg is az Azai Dojo Kokusai Kihokai világszervezet keretében Magyarország és Románia igazgatója tisztséget töltöm be. Ezt Hansi Daniel Blanchet-től kaptad, ugye ő ennek a világszervezetnek az elnöke, tízdanos mester, és ő azzal is kitüntetett téged, hogy a 9. dant adományozta neked. Akkor ez azt jelenti, hogy kétszeres doktor vagy, vagy a közéletben, a foglalkozásodat tekintve, mint gyógyszerész, és a mestereknél is, mert a keletiek azt hiszem úgy mondják a Hansit, hogy az is egy tulajdonképpen doktori cím az oktatók között. Igen, pontos az információ. A keleti harcművészetek oktatói fokozataiban a legmagasabb szint a Hansi fokozat. Ez a keleti harcművészetek, tehát igazság szerint a filozófia doktori címével ekvivalens. Azzal büszkélkedhetem, hogy olyan nagymester mellett tanulhatok és tevékenykedhetek, aki 3 tradicionális japán irányzatban a japán hansi. Tehát a japánok által hansinak minősített és titulált személyiség. Nagyon ritka nemzetközi szinten, európai szinten talán unikátum. Igen. És nagyon nagyon büszke vagyok, és köszönetemet fejezem ki ez iránt, hogy a mesterek, a nemzetközi mesterek sorából kiemelt, és ilyen magas feladattal, feladatkörrel, és megtiszteltetéssel, mint a 9. dan jiu-jitsu fokozattal tüntetett ki. Igen. Nos, akkor térjünk arra a tárgyra, amiért tulajdonképpen kértem, hogy vegyere ide, hogy 50 év a tatamin, ezt a címet adtok az összefoglalónak is, amit Apátin készítettem. Ugye Apátin, az 50 év az arról szólt, hogy te ennyi idő alatt vagy a tatamin, a mestered Daniel Blanchet pedig 50 éve oktat, mert hogy előtte versenyzett is, csak baleset miatt ugye abba hagyta, hanem inkább oktat.
és ott én úgy éreztem, hogy borzasztó nagy ünnepség volt. Én ennyi feketőves embert jászapált én a gimnáziumban, de még a gimnázium sem látott ennyit együtt. Itt számodra, mint korábban is beszélgettünk, az is nagyszerű volt, hogy nem csak a jiu-jitsu mesterek voltak ott, hanem többféle irányzat, akár a cselegáncsosak, akár más is, ugye? Nagyon megtisztelő volt, hogy az ünnepség kapcsán jelenlétükre tiszteltek meg a hazai nagy keleti harcművészeti irányzatok vezető személyiségei és tanítványai. Valóban az információ helyes, ha jól emlékszem, több mint 50 mester tudott együtt dolgozni baráti légkörben és a tisztelet jegyében. Én is rendkívülnek tartom, én sem reméltem, hogy a harcművészetek nagy családjában jelenleg napjainkban ilyen tiszteletadás és ilyen jellegű kapcsolatfenntartás lehetséges. Én Daniel mesterrel beszéltem az ünnepség kapcsán, illetve közben, és azt mondta, hogy Jászapáti a második otthona. Annyira szeret hozzátok járni, kiemelte a te személyiségedet, és a tanítványokat is, mert bárhol megjelenik, a tanítványaidat mindig látja, és hát olvassa meg, ez követi a teljesítményt. Én azt gondolom, hogy ez is egy elismerés, hogy Jászapáti második otthona a mesternek. Nagyon nehéz a harcművészetek nagyon kibővült világában tisztán látni és tisztán értelmezni jelenségeket, meg eseményeket, illetve eseménysorozatokat. Figyelembe véve, hogy a 60-as, 70-es években, amikor a kelet nyitott nyugat fele, történetesen Európa fele is, megjelentek az első keleti mesterek, akik a természetesen a keleti kultúra szerves részeként hozták, magukkal hozták a harcművészeteket. Többnyire tradicionális technikai rendszereket. Azóta sokat fejlődött a világ, megjelentek a gyakorlatiasabb, és elsősorban versenysport irányában kiélezett irányzatok. Itt nem csak a cselegáncsra gondolok, hanem azóta megjelent ugye a sportjitsu, sportkempo, MMA, a vegyes harcművészetek, a mix martial arts, a brazil jitsu, és még sorolhatnám. Természetesen nagyon nehéz egy megfelelő egyensúlyt megtartani a tradíció és a mindennapi életünk által megkövetelt modern tendenciók, irányzatok között. Én úgy gondolom, hogy az Azai Dozsó Kokuszai Kiyokai alapító nagymestere ezt az egyensúlyt vélte felfedezni, és én úgy gondolom, hogy ez a viszonylagos egyensúly, amit most jelenleg mi tudunk fenntartani, ez az, ami miatt otthonosan érzi magát, és igazából, ahol ezt ő megérzi, mindenhol otthon érzi magát. Az, hogy kiemelten ezt kinyilatkozta, hogy Magyarországon kiemelten. Meg Jászapátin. Ez nagy öröm. Ez számomra nagy öröm, és nagyon igen jó visszajelzés. Igen. Nos, a beszélgetésünk végén, hiszen alig van néhány percünk, egyetlen egy kérdésre válaszolj még nekem. Ugye azt mondtad, hogy nagyon szeretsz oktatni, nagyon szeretsz tatamira lépni. Ez a 9. dan mire predesztinál? Azt, hogy tovább oktassad a srácokat, a lányokat, vagy pedig te magad is még mutass példát, mint versenyző is, vagy inkább most már csak az oktatásra lesz a fő hangsúly? Melyik a nehezebb? Nehéz válaszolni, mert megígértem családomnak egy párszor, hogy a versenyzést mint olyan befejezem. Abba hagyod. És nem tudtam megfogadni, sajnos nem tudtam a ígéretem megtartani. Én úgy gondolom, hogy a fő feladatom a közeljövőre, meg a távlatokat nézve, mindenképpen az oktatás, a fiatal nemzedék fizikai, szellemi megfelelő oktatásának, az emberek közti kapcsolatok, helyes kapcsolatok és a generáció közti helyes viselkedési normák oktatása is és meghonosítása. Én úgy gondolom, ez lesz a fő feladatom. Valahányszor egy tanítványom hazai vagy nemzetközi netántán világversenyeken, európai versenyeken megméretteti magát. Én mindig úgy érzem, mint hogy saját magam versenyeznék. Úgyhogy ez az érzés, tehát valószínűleg az évek múltával kompenzálni fogja a versenyzési vágyat,
az, hogy a tanítványok jól szerepelnek, és mint a magam látnám a tatamin. Egyszer hallottam tőled egy nagyon érdekes kifejezést, ami megütötte a fülemet, azt, hogy hiába vagy te 9. dannal ellátva, tehát egy nagymester, a tanítványokat oktatod, és a tanítványoktól is tanulsz, mert egy mester élete végéig tanul. Hogy van ez? Érdekes. Nem lehetünk a harcművészetek meg, mint a tudományok, és sorolhatnám a közélet más területeit, nem lehetünk elfogultak, és azt feltételezni, hogy ott pillanatban birtokában vagyunk a tudás teljes eszköztárának. Mm-hmm. Igen, valójában egyszer hosszú évekkel ezelőtt nyilatkoztam, igen. Köszönöm, hogy felszínre jött ez a megjegyzésem. Valójában edzéseken néha meglep, hogy egy egészen kezdő fiatal kis tanítvány ösztönből, netántán bizonyos indítatásokból olyan technikai, meg taktikai megoldásokat hoz a felszínre, ami bizony nekem is, ami engem is tanulói székbe kényszerít. Hát igen, hát reméljük, hogy lesz még erre szükség, hogy oda-vissza menjen ez a tanítás, a mester nagybetűvel, ugye, mert így írjuk a mestert nálatok a keleti harcművészetben, a tanítvánnyal ilyen jó kapcsolatot ápoljon, és akkor továbbra is meg lesz ez az eredmény, amit te felsoroltál, amit neki igazából nem is lehet követni olyan sok. István, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzá a stúdiumba, és hát nagy további sok sikert kívánok nektek. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, nagy tiszteletem a nézők iránt. És szeretnék lévén, hogy közösen drukkoltuk végig az 50. a hát 250. évfordulót. Én nagy tisztelettel szeretnék egy részvételi oklevelet, hiszen nem csak azoknak volt nehéz, akik a tatamin a tisztelet jegyében, a barátság jegyében közösen dolgoztunk, hanem azok is, akik megörökítik az eseményt, és megfelelő szakszerűséggel közönségére tárják. Hát úgyhogy nagyon, nagy tisztelet. Nagyon szépen köszönöm. Mutassuk meg a nézőknek is. Hát azért nekem könnyebb volt a kamerát tartani, mint nektek ott a páston egymást dobálni. Mindenki a saját szakterületi mester, és minden tiszteletre a mesterek iránt. Nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk még egyszer. Köszönöm szépen. Műsorunkat sportajánlóval zárjuk. Szombaton rendezik a Hajta kerékpártúrát. A részleteket Demeter Gábor mondja el. Az idei 27. Hajta kerékpáros túra szombaton 29-én lesz. Indulási és érkezési pontja az elmúlt évek hagyományának megfelelően a Vasas Horgászpólnál. Oda kell jönni az indulóknak, 8 és 10 között lesz az indulás. 3 távot jelöltünk ki. A leghosszabb most 50 kilométeres, a középső táv az 36 kilométeres, illetve a kevésbé felkészültek, vagy kisgyerekekkel túrázók, az a 18 kilométer teljesíthetnek. A túráknak a teljesítői egyedi oklevelet és kitűzőt kapnak. Szombaton nem csak kerékpározni lehet adáskörzetünkben, hanem futni is, mégpedig szintén szombaton, és ezt Újszászon rendezik. Szombaton este pedig 18 órától a Jászberényi kosárlabda csapat megkezdi a szereplését, és a Paks együttesét fogadja majd 18 órakor. A további ajánlatunk a focipályákról szól. A megyei labdarúgók első osztályában vasárnap árokszálláson, és Jászkíséren lesz foci meccs 15 órától. És ugyancsak 15 órától rendezik majd a találkozókat a megyei második osztályban is. Itt Jászapáti és Boldogháza játszik majd hazai pályán, tehát ide fáradnak majd ki a foci drukkolók, és reméljük, hogy segítségükkel győz majd mind a két csapat. Ezzel mai sportmagazinunk végére értünk. Azok a nézők, akik esetleg későn kapcsolták be tévéjüket, megnézhetik ismétléseinket, valamint a TV honlapján és a Facebookon is ott vagyunk. Köszönöm figyelmüket, egy hét múlva újra várom önöket, addig is töltsék kellemesen a hetet, és vigyázzanak magukra. Viszontlátásra! Műsorvezetőnket a Jászberényi Daniel öltönyüzlet öltöztette. A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.